A 21. század elején Magyarország és Európa olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre a társadalom és gazdaságtudományokban felhalmozott tudás hiányában lehetetlen válaszokat adni. Az ELTE-TLTK szakjai bemutató asztalokkal készültek a nyílt napra érkezők számára, ahol a középiskolások közvetlenül az oktatóknak és hallgatóknak tették fel kérdéseiket. Elsőként Juhász Gábor, a kar dékánja köszöntötte az érdeklődőket, akik aztán nyílt órákon vettek részt. A szakok oktatói olyan témákban átmutatták be a társadalomtudományokat, mint például a drónok harca a nemzetközi kapcsolatok szempontjából, vagy az embertelenség szociálpszichológiája. Egy gyerekkel 61, két gyerekkel 77, három gyerekkel majdnem 100 ezer forintot indulok. A nyílt nap részvevői kipróbálhatták a szociopolitásos játékkal, hogy mire elég a segélyből, családi pótlékból, gyesből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem. Szintén ekkor volt a Te kivel vagy szolidáris diákverseny eredmény hirdetése. Később a TLTK hallgatói önkormányzatának kampusztúráján volt lehetőség megismerni az egyetem épületét. A résztvevők visszajelzéseiből kirajzolódott, hogy az interaktív programok, a kötetlen informatív beszélgetések, az aktuális és releváns előadások, és a nyitott, közvetlen hangulat mind olyan képet nyújtottak a karról, amely vonzóvá teszi az egyetem társadalomtudományos képzéseit.